tulajdonképpen ez a fő nyaki ütője. A 62 éves Betle Sándoron végeznek ultrahangos vizsgálatot, aki 2010 tavaszán kapott sztrókot. Elmondása szerint csupán annyit vett észre, hogy erősen szédül, de más komolyabb tünete nem volt. Amikor azonban kiderült, hogy a vérnyomása 260 felett van, már sejteni lehetett, hogy nagy a baj. Utána hozzájött még a bal kéz bénulása, ami azóta sem javult jelentősen. A sztrók utáni terápia egy hosszadalmas és nehézségekkel teli folyamat. Minden évben egyszer megjelennek, esetleg ha sikerül kétszer, ilyen infúziós kezeléseken akkor gyógytornákra járok be, akkor valamikor a fizikoterápiára járok, és akkor azt is bevállom, hogy mindent, amit csak lehet, hogy a javulás érdekében, mert ez így nagyon nehéz. A stroke a harmadik leggyakoribb halált okozó betegség, évente 40 ezer új pácienst regisztrálnak hazánkban. A stroke tünetei általában hirtelen alakulnak ki, elsősorban féloldali végtaggyengeséggel, zsibbadással, beszédnehezítettséggel vagy tudatzavarra járnak. A stroke diagnózisát azonban csak neurológiai kivizsgálás állapíthatja meg. A beteg állapotának javulásában óriási jelentősége van az időnek, de így sem minden esetben garantált a terápia sikere. Nagyon fontos az úgynevezett időablak, tehát hogy a beteg, ahogy a tünetet észleli, minél hamarabb olyan stroke szakemberhez kerüljön, aki ért ennek az ellátására, meg tudja ítélni, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy minél hamarabb beavatkozzon. Na most ez a trombusnak a feloldása, ez csak pár órán belül lehetséges. Itt kihangsúlyoznám, hogy a stroke-ok közül is mintegy 10-20%-ában tudjuk ezt megcsinálni. A stroke kialakulásában nagy szerepe van a dohányzásnak, a mértéktelen alkoholfogyasztásnak, a kezeletlen magas vérnyomásnak, a stressznek és a mozgásszegény életmódnak. A megelőzésben tehát ezekre a rizikófaktorokra kell figyelni, valamint fontos a megfelelő gyümölcs zöldségbevitele, magas zsír és sótartalmú étel kerülése. Korszerű megelőzéssel ugyanis több ezer beteg élete lenne megmenthető.